A kiskörösi LCU19-es csapata a Vármegyei Korosztályos Bajnokság középcsoportjában szerepel a 2023-24-es szezonban. Legutóbb március 30-án léptek pályára a fiúk, amikor hazai környezetben fogadták a Kecel FC együttesét. A felkészülés nem volt egyszerű a hazai gárda számára, hiszen kevesen látogatták az edzéseket. Mai nap folyamán szerencsére egy kellemes ellenféllel találkoztunk. Sikerült ugye 6-0-ás győzelmet aratni. Hibák voltak természetesen, de úgy gondolom az a szerencse, hogy nem bosszulta meg magát. Nyilvánvalóan ez nem tudom, hogy hosszú távon hogy fog működni, hogy ennyien edzünk, de szerencsére a mai nap folyamán ez még nem ütközött ki. A hazaiak végig mezőnyfölényben játszottak, így már a mérkőzés első félidejében egyértelművé vált, hogy a kiskörösiek szerzik meg a győzelemért járó 3 pontot. A második gólunk után szerintem úgy már ott meg is nyugodt a csapat egy kicsit. A második félidő az tényleg az már nagyon gyengére sikeredett mindkét szempontból, úgyhogy tényleg ugye a második gólunk után úgy gondolom ott már tényleg eldőlni látszott a meccs. A mérkőzés során több gólhelyzete is volt a kiskörösieknek, ebből 6-ot tudtak gólra váltani. A kecelieknek azonban nem sikerült találatot szerezniük. A KLCU19-es csapata jelenleg a második helyen áll a bajnoki tabellán, a cél pedig a dobogó legfelső foka. A mai nap alapján reális lehet, viszont az a baj, hogy tényleg, hogyha találkozunk egy jobb csapattal, akkor nem tudjuk, hogy így edzés nélkül mire lesz jó ez a csapat így. Hát meglátjuk, nem tudom, szeretnénk megszerezni az első helyet, de ahhoz lehet, hogy edzeni is kellene. A kiskörösi LCU19-es csapata legközelebb április 7-én lép pályára a Harta Ese otthonában.